Érkezik a Tolna megyei oltási munkacsoport értekezletére az Operatív Törzs Oltási Bizottságának elnöke. György István államtitkár azért látogatott el Tolna megyébe, hogy a tömeges oltás tervének részleteiről tájékoztassa az itteni szakembereket, illetve meghallgassa a helyi észrevételeket. A héten ugyanis megkezdődött a tömeges oltás. Elsőként az alapbetegséggel küzdő 82 évnél idősebbek kapják meg a vakcinát a kórházakban és házi orvosoktól. A tervek szerint így vasárnapig 40 ezer ember juthat vakcinához idehaza. Ez tulajdonképpen egy pilot hét is, egyrészt abból a szempontból, hogy a praxisokból a megyei kórházakba, a városi kórházakba való irányítással ugyan fog működni ez az oltási folyamat, illetőleg a háziorvosi praxisok is most vizsgáznak tulajdonképpen az 1080, ahol a Moderna vakcinával most az első oltások beadásra kerülnek. A Tolna megyei oltási munkacsoport két hete alakult, most a második ülésüket tartották. A munkában a megye kormány megbízottja, valamint a kormányhivatal vezetői mellett egészségügyi és rendvédelmi szakemberek is részt vesznek. A fő feladatuk az oltási terv kidolgozása megyei szinten, de nem titkolt céljuk az is, hogy népszerűsítsék a járvány legyőzéséhez szükséges vakcinákat. Az oltási munkacsoportok azok gyakorlatilag azért jöttek létre, hogy a kormány, illetve az operatív törzsnek az utasításait lényegében a oltással kapcsolatban végrehajtsák. Nyilván van egy olyan szerepe is, hogy próbálják ezeket a vakcinákat, amiket mi Magyarországon oltani fogunk reklámozni, illetve felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy óriási jelentősége van annak, hogy védett legyen a lakosság a betegséggel a Covid-dal szemben. Jelenleg kétféle oltóanyagot használnak az országban a tömeges vakcinálás során. A Moderna készítményéből a házi orvosok is kaptak, mert azt az oltóanyagot nem kell extrém hideg körülmények között tárolni. A Pfizer vakcináját viszont a speciális eltarthatóság miatt a kórházakban kialakított oltópontokon adják majd be, várhatóan hétvégétől kezdve.